Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Varjú László, a DK alelnöke. Üdvözlöm, alelnök úr. Jó reggelt kívánok. És gratulálok, amíg a Fidesz a 7. kerületben győzedelmeskedett az időközi választásokon, addig Újpesten önök. Igen, Káposztásmegyer lakótelepen, illetve annak egy részén az ellenzék közös jelöltje győzni tudott, és így eredményt értünk el. Mekkora volt a részvétel? 20% feletti volt, úgy emlékszem, a részvétel, ami ebben a nyári időszakban azt gondolom, hogy tulajdonképpen ezt kell tolerálni. És ki volt, aki bekerült? Laci, aki nekünk régebbi, korábban is meglévő önkormányzati képviselőnk volt, és így aztán most újra itt van közöttünk. Gratulálunk neki. És akkor nézzük, ön a parlamentben bizottságot cserélt. Hogy működik az új bizottság, és mit csinálott? Még nem teljesen ért véget minden, hiszen az alakuló ülésen azt a kezdeményezést, amit az ellenzék tett, Kövér László nem akceptálta, úgyhogy finoman szólva mondjam, a Népjóléti Bizottság tagjaként dolgozom. Az ellenzék közös javaslata az volt, hogy a Népjóléti Bizottság elnökeként szolgáljam itt a demokrácia lehetőségeinek ezen részében a valamennyi munkáját, de Kövér László erre nem tett javaslatot, és most itt pillanatilag a bizottság tagja vagyok. És akkor most ki a bizottság elnöke, vagy nincs a bizottságnak elnöke? A váltakozó, a ház elnöke felkér mindig egy-egy olyan fideszes képviselőt, aki éppen ezt ellátja. Jelenleg Nacsa Lőrinc képviselőtársam az, egy fideszes képviselő, aki ezt a megbízást... Ő egy KDNP-s képviselő. Igen. Értem. És ez egy büntetés, valamit elkövetett, vagy... Mi okozta ezt? Hát a politikai megszólalások alapján, mármint a Fidesz jelzései alapján úgy tűnik, hogy büntetésnek szánják, bűnködik a véleményrendőrség a parlamentben. Hogyha ezt ugye viccnek szánta? Attól tartok, hogy nem vicc. Jelenleg ott tartunk, hogy vannak olyan szavak, amelyekre a házelnök nagyon allergiás, és emiatt, hogyha meg valaki ezt kimondja. Meg se ismételje akkor ezt, mert nem szeretném, hogy a nézők allergiásak lennének erre. De hogyha tudja azt, hogy a levezető elnök, vagy a házelnök valamire allergiás, akkor ez egy ilyen politikai orpiszkálás, hogy akkor dávke mondják? Én azt gondolom, vagy mert ennélkül nem gondolják, hogy komplett lenne a mondat. Két része van a történetnek. Az előbbihez talán még hozzátartozik, hogy bosszúállás azért, mert az MTVA-ban meglévő megjelenésünk, az abban zajló vita, az nem volt szimpatikus ezeknek az embereknek. Másik oldalról... Ha jól értettem, akkor önöknek sem volt ez szimpatikus, mert nem szerették volna, ha erre sor kerül. Mi azt szerettük volna, hogyha a magyar emberek pénzéből fenntartott televízióban, rádióban a médiatörvénynek megfelelően, kiegyensúlyozottan, arányainak megfelelően az ellenzék és a kormánypártiak szerepelhetnek. Az eseményről született már bírósági döntés? Bírósági döntés folyamatban van, ítélet még nincs, újabb tárgyalás július 8-án lesz, és akkor folytatódik ennek a megítélése. És amennyiben önt fölmentik és... nem mondják azt, hogy bűnös, akkor a bizottság elnökévé válhat? Én nem hiszem, hogy ez bekövetkezik, már csak azért is, mert Kövér Lászlót szemben vitánk továbbra is fennáll, hiszen nem volt sem szabad, sem tisztességes ez a választás, és éppen ezért továbbra is azt gondoljuk, hogy törvénytelen ez a hatalom, amely elfoglalta a parlamentet és az országot. De ha jól értem, akkor most az időközi választás, mert pozitív eredményt értek el, akkor azért az jól sikerült. Itt ebből a szempontból természetesen ez jól sikerült. Értem. Nagyon érdekes az ellenzéki összefogás, minthogyha akarnák is, meg nem is akarnák. Minthogyha a Momentum egy kicsit más utassá válna, az LMP is egy kicsit akar együttműködni, nem akar. Ott van a volt pártelnök jelöltük, Márki-Zay úr, aki egyfenékkel szeretne több lobon ülni, tehát szeretne
polgármester lenni, pártelnök és indítani, illetve egyesületelnök és pártelnök is. Jó az önöknek, hogyha még egy párt bekerül a parlamentbe? Egy egészen biztos, hogy az április 3-ai választások után az ellenzéki pártok láthatóan keresik a helyüket. A Demokratikus Koalíció elvégezte azt az elemző munkát, ami egy ilyen választási vereség után szükséges, és akkor is így kellett tennünk, hogyha a Demokratikus Koalíciónak kétszer akkor lett a frakciója, mint amikorábban volt. Ezzel együtt végig kell gondolni, hogy a továbbiakat hogyan csináljuk. De pillanatilag minden párt ezen az úton halad, a Demokratikus hogy Koalíció meg, hogy csinálja értsék ezt. A nézőim. Azért lett duplá a frakció tagjainak a létszáma, mert más süllyedő hajókról a politikusok a túlélés reményében inkább átigazoltak a DK-hoz? Nem, a választás eredményeként lett az, hiszen... Tehát azok kerültek be, akik átigazoltak, nem, vagy nem pontosan? Nem, egyáltalán nem így van. Egyéni győztesként Budapesten azok vannak, akik egyébként korábban is ilyen szempontból jó munkát végeztek, az emberek megválasztották, és a leadott szavazatok alapján, illetve a listás eredménye alapján a Demokratikus Koalíciónak 15 fős frakciója van. Új emberekről kell beszélni, Dávid Ferencről, Kordás Lászlóról, ugye Dávid Ferenc korábban a... Ő független volt. Ő nem volt a parlament tagja. Nem volt a parlament tagja, Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökeként dolgozott korábban, és a munkavállalók jeles érdekeinek jeles megjelenítője, tehát ilyen szempontból sorolhatjuk. Komáromi Zoltán sem volt. Komáromi Zoltán doktor, aki akit most elvesztettek a páciensei. Hát sok minden történik itt körülöttünk. A lényeg az, hogy a Demokratikus Koalíció tudja és felkészült arra, hogy a következő időszakban mit kell tenni. A frakciónk, mint pedig a pártunk dolgozik azon, hogy ez az ellenzék együttműködésének a lehetősége is megmaradjon. Másik oldalról pedig teljesen világos, hogy igazából a Fidesz kormányt kell leváltani, mert annyi bajt okozott ennek az országnak, hogy, és bajt okoz folyamatosan, hogy elsősorban ezzel kell foglalkozni. Tévedek én, amikor azt mondom, hogy választások azok majd két év múlva lesznek, és másfajták, hogy most inkább a megoldások keresése, az együttműködések keresésének az ideje lenne? Ma igazából azt hiszem, hogy a háttérben való együttműködés az világos, hogy azzal foglalkozni kell, de ma leginkább azzal kell foglalkozni, hogy 400 forint fölött van az euró, hogy 600 forint fölötti a kenyér, hogy Mohácson, Szolnokon bezárják a kórházat, nincs sürgőségi ügyelet. Ez a kormány képtelen megoldani azt, hogy az ország jól tudjon működni az emberek részére is. Mert képviselő úr, de... Ön egy magyar állampolgár. Feltételezi egy másik magyar állampolgárról, aki ugyanúgy a magyar parlament tagja, vagy a kormány tagja, hogy ő szeretné, hogy a fentemlített helyeken ne kapjanak szolgáltatást a rászoruló betegek? Ha tehetségtelennek és nem tudják megoldani, akkor adják át a hatalmat azoknak, akik egyébként ezt képesek megoldani. De hát ők nem puccsal szerezték meg a hatalmat, hanem megválasztották. Az én megítélésem szerint igen. Tehát olyan választási eredményt produkáltak, azzal, hogy egyébként előtte lényegében kisajátították a média felületet, ez a törvénytelenség, amit elkövettek, és gyakorlatilag, én konkrét számot is tudok idézni, évente 130 ezer millió forintot költenek arra, hogy egyébként az MTVA keretében, amelyről már tettünk említést, mindezt a pénzt arra költsék, hogy az embereket megtévesszék. Nem lenne fair, mert ön azok közé tartozik, aki bejött hozzánk, de ezt nem hagyhatom válasz nélkül. Tehát akkor, amikor azt mondja, hogy a média felületeket, azért vannak olyan helyek, például a Heti TV, ahol a DK-ból ön volt az, aki továbbra is bejárt hozzánk, a többiek nem mertek bejönni, mert egy ilyen blokkád alá helyeztek minket. Egy ekkora felületet, mi merünk kicsik is lenni. De ugye tudja, hogy például mi vagyunk az a televízió, az egyetlen a magyar médiával, akit az egész világon lehet látni. Én azt gondolom, hogy a sajtó, a munkatársa és közöttük, és a Heti TV is egy fontos szereplője a
tájékoztatásnak, mások azért is, mert abból indulok ki, hogy a sajtó mindig is ellenzéki, és igenis kormánykritikus tud lenni, azért a hiteles tájékoztatás érdekében, és ezért az a hely, ahol lehet beszélni, és kell beszélni arról, amit az előbb említettem, hogy felmondanak a tűzoltók, rendőrök, hogy a tanárok befejezik a munkájukat, mert hogy egyébként az általam említett MTVA csatornákon erről nem lehet beszélni. Ott például ugye csak azt a célt tűzték ki maguk előtt, hogy a Fidesz táborának az egyben tartását szeretnék megoldani. És ott, ahol a hiteles tájékoztatásról lehet beszélni, azt gondolom, hogy Magyarországon ma ennek kevés a felülete, a Fidesz mindezt mégis blokád alá helyeztek minket. Tehát önön kívül nem jött be más. De szerintem beszéljünk arról, hogy egyébként az MTVA-ba Varjú László csak úgy tud bekerülni, hogyha egyébként nem csak bekopogtat, hanem a média törvény szerint lehetőséget kellene adni az én véleményem elmondására is. De mindezt megtagadják úgy, hogy 130 ezer millió forintot költenek el Magyarországon mindennek a fenntartására. Lépjünk tovább. Ön egy igazi hazafia állampolgár. Ön felesküdött arra, hogy minden magyar állampolgáron segít. Ha bemegy a parlamentbe és aktívan részt vesz, akkor is, hogyha többségben vannak a kormánypártiak, és elmondja a problémákat, nem élezi ki azt, amivel bosszantja, amivel az oroszlán bajszát lehet húzogatni, mert az nem megoldás, azzal nem kerülnek előbbre. Viszont, hogy az igazi problémákra rávilágítanak, akkor talán leülnek és megbeszélik. Tehát másképp fogalmazok. Nem lehetne most azért, mert a helyzet olyan, amilyen, az árkokat picit átmenetileg betemetni meg, mert most úgy sincs semmiféle választás? Szerintem ezt nem az ellenzéken kell számon kérni. Gesztus csak az gyakorolhat, aki hatalmon van. A hatalmon lévő pedig nem gesztus gyakorol, hanem az árkokat mélyíti. Ez történik. És hazudnak éjjel és nappal. Minden percben ezt teszik. Akkor is ezt teszik, amikor egyébként az embereket nem tájékoztatják arról, hogy csak egyetlen várost említsek, de egyébként Újpesten kívül itt mondok. Debrecenben például a múlt héten minden közszolgáltatásnak a díját gyakorlatilag felemelték. A közlekedés díját, a közétkeztetés díját. Ez mind nem emelhették föl, hisz zárlat van. Annak az, nincs ilyen zárlat. Az Orbáni megszorító csomag része az, ami most történik. Múlt héten a döntés megszületett, és a közétkeztetés sokkal többe fog kerülni, nem csak Debrecenben, minden városban és ott, ahol egyébként ilyet végeznek. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy ez a működés, amit ma a Fidesz produkál, elfogadhatatlan. És csak hogy még egyet mondjak ebből az Orbáni megszorító csomagból, amit egyébként 2023-as költségvetésnek hívnak. Kiderült, hogy az 56 milliárd forint egyenlő 56 milliárd forinttal. 56 milliárd forintot. Nem értettem ezt a mondatot. Kiderült, hogy az 56 milliárd forint egyenlő 56 milliárd. Akkor most elmondom. 56 milliárd forintot vonnak el a fővárostól szolidaritási hozzájárulás címen ebben a költségvetésben, és ugyanúgy 56 milliárd forintot adnak Tiborcz Istvánnak, a Vőjének, a turisztikai támogatások címen. De a turisztikai támogatást nem X-nek személynek, hanem egy témának. Az ő érdekeltségeinek és a téma, és az ő vállalatainak. Utána nézzünk. Nagyon köszönöm hogy itt szépen volt velünk, és visszavárjuk, és figyelünk a Volt bizottságáról is, és az újra is. Köszönöm szépen. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában a DK alelnökét, Varjú Lászlót hallhatták, láthatták, aki most a Szociális Bizottságban. Népjóléti. Az majdnem ugyanaz. Majdnem ugyanaz. Népjóléti Bizottságban tevékenykedik, de biztos fel fog szólalni az előző bizottságában is. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.